Külföldi nyaralás és belföldi időtöltés egyaránt szerepelt a megkérdezettek tervei között, és a gyermektáborokkal kapcsolatosan is találkoztunk többféle állásponttal. Hogy telik a nyár? Hogy telik a szünet? Voltatok-e nyaralni? Készültök-e? Hát nagyon köszönöm a kérdésedet, fantasztikusan telik a nyár, hol esik az eső, hol nagyon süt a nap, tehát a kettő között jól lenne egy kicsit megállapodni. Tervezzük a nyaralást, a gyerekek ugye kirepültek az iskolából, most azért viszonylag nehéz megoldani nekik a felügyeletet, de megpróbáljuk. És eddig mi volt a tapasztalat? Nagyszülők segítettek, táborok esetleg? Hát a nagyszülők is besegítenek, a táborokban nem gondolkodunk, a mi gyermekeink azok nem annyira szeretik ezeket a közösségi táborokat, nagyon rossz élményeink vannak, két elég nagy korkülönbségű gyermekünk van, és a nagy így hozta ezeket a rossz érzéseket a táborból, hazajöttünk kullancs, stb. Tehát hogy azt gondolom, hogy nem biztos, hogy két felügyelő megfelelőképpen tud vigyázni mondjuk 30-40-60 gyerekre, mert a gyerekek nem tudnak magukra vigyázni. Tehát, hogy azért mindenképpen szülői támogatásra van szükségük, én szerintem. De ez az én véleményem. Hudákiknál így van. Kitört a nyár, eddig hogy telt önnek, és mik a tervek a későbbiekre? Ó, köszönöm szépen, igen, kitört, és ez a mai nap az első munkamentes szombatom. Pedagógusként dolgozom, úgyhogy tegnapban laktunk, és jövő héten indul a család Olaszországba. Elnézést. Család alatt mit érthetünk? Gyerekek, unokák? Igen, van egy nagyfiam, 16 éves, ő miatta is vagyok ma itt a Lupa Beach-en, mert strandkézilabda bajnokságot játszanak, és ő is játszott. És amikor még kisebb volt a fia, akkor a gyermekfelügyeletet hogy lehetett, hogy tudták megoldani így a nyári vakáció idején? Rugalmas nagyszülővel, pedagógus szabadsággal, és természetesen a férjem is besegített. Családos emberként, anyaként, párként, feleségként nyári szünet elején, közepén vagyunk. Hogy telik eddig? Voltatok-e nyaralni? Készültök-e nyaralni? Gyerekek felügyelete? És hány gyerkőcről van szó? 4 gyerekem van, vegyes korúak. 7 éves a legkisebb, 14, 15 és még egy 15 éves van. Nagyon nehezen oldjuk meg a gyerekeket, de nagyszülők segítenek. Nem megyünk táborba, próbáljuk ezt kikerülni a családban, maradhassanak a gyerekek. Erdélyben voltunk majdnem 2 hetet. Nagyon szép élményekkel gazdagodtunk, és még tervezünk menni egy hajóútra is. Így gyerekekkel, tehát az egész... Igen, gyerekekkel megyünk a férjemmel is külön, hogy kettesben is leessünk, és édesanyám segít. Sajnos nem nagyon tudjuk a gyerekeket máshova eltenni, de ők vidéken élnek, tehát évközben nincsen egyáltalán segítségünk. Voltak-e nyaralni, illetve terveznek-e nyaralást? Idén nem tervezünk, régebben jártunk minden nyáron, de aztán a gyerekek elkezdtek strandkézilabdázni, most is ezért vagyunk itt. Ugye itt zajlik a kvalifikációs tornának az éppen aktuális fordulója, úgyhogy a lányom van most itt, és őt jöttünk megnézni. És amikor még kisebbek voltak a gyerekek, akkor hogy lehetett megoldani a nyári szünidei gyermekfelügyeletet? Hát a nagyszülők nálunk sokat segítettek, úgyhogy velük együtt lakunk konkrétan, anyósommal, és régebben apósommal is, úgyhogy ők vigyáztak sokat a gyerekekre, de ezt jártak azért táborokba is, úgyhogy szépen, meg nyilván nyaraltunk, mi is voltunk otthon szabadságon, úgyhogy így telt el a nyár. Hogy telik a nyár? Volt-e már nyaralni, illetve tervezi még a nyár folyamán, és hogyha itt találkozhattunk önnel? Hát voltam már egy 2-3 napos villámnyaraláson, a lányom vitt el a szülinapom alkalmából, és még tervezek egy rendesebb nyaralást. Hát itt pedig a lányom strandkézilabdázik, és minden évben, gyakorlatilag majdnem minden hétvége erről szól. És amíg a lánya kicsi volt, kisebb, hogy sikerült megoldani a nyári szünetekben, hát ilyen fontos kérdést, hogy gyermekfelügyelet? Nekem nagyon nagy szerencsém volt, mert a szüleim párházzal laknak tőlem, úgyhogy ők vigyáztak egész nyáron a gyerekre. A napokban hőségriasztás van érvényben, ezért fontos, hogy ne felejtkezzünk meg a kellő mennyiségű folyadék utánpótlásról és az UV-sugárzás elleni védelemről.
A nyaralóknak kellemes időtöltést kívánunk, azok számára pedig, akik ez idő alatt is dolgoznak, kitartást.